Sziasztok, Oli vagyok, és hát itt egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes kezdőknek sorozatban, és itt most megint a Conquest-et vesszük elő, ugye, mondjuk úgy, hogy itt a havi hírek. Gyakorlatilag ugye ez már a második azokból a Conquest-eknek a sorából, amit ugye kihoztak itt tavasszal, vagy most már inkább nyáron, hát ki tudja, mindegy, a lényeg az, hogy ugye ez megegyezik az előző Conquest-tel, és ugye még lesz egy, ugyanilyen. És akkor nézzük, hogy mik voltak a változtatások. Ugye egyrészt ugye a Dread Data Cardot, ugye, amit itt az Events-be lehet megszerezni. Ugye megnézzük, hogy ez volt az, ugye ezt a Dreadet össze lehet kaparni, hogyha Darth Malakot vagy Darth Revant használja az ember, és azzal ellenfelet. No, hogyha ezt megszerezzük, ugye akkor az előzőben gond volt vele, de a végére kijavították. Hát most nincsen gond vele, tehát automatikusan meg lehetett szerezni, meg beraktam, és már a hozzátartozó event is megvan, ugye. Tehát azt jelenti, hogy ezzel most már nincsen gond. Amit viszont beszeretnék mutatni, az például az, hogy milyen összeállítást találtam, ami szerintem a legjobb ehhez a fajta thread, ez a fajta 4-es datakárthoz. És gyakorlatilag én azt mondom, hogy valami olyasmit gondolok én ehhez, amit pontosan ellenkezője, mint az előző 3 hónapos ciklusban volt, ugye már meg nem mondom, hogy mi volt annak a neve, de ugye ott buffokat kellett gyűjteni. Na most ez a Dread meg pont arról szól, hogy debuffokat gyűjtsünk, szép magyarossággal. Szóval a lényeg az, hogy összeszedtem gyakorlatilag mindent, amit az ellenfelet kárhoztatja itt, és akkor nézzük, hogy melyekre gondoltam. Hát van ez a Volatile Accelerator, kutya nem tudja, hogy kell ezt kimondani, jó, tehát ebből sikerült egy 3-as szerezni, ez szerintem nagyon durva. Tehát azt mondja, hogy ha én megsebzek egy ellenfelet, akkor igaz, hogy kap 8% turn métert, viszont kap az arcába 3 damage overtime-ot. Ugye, tehát oké, hogy nem doesn't stack, tehát azt jelenti, hogy ha többször is megsebzem, akkor csak egyszer él, de a következő támadásnál már újra fog élni, tehát azt jelenti, hogy ezt azért kapja az ellenfél. És akkor itt a következő, azt mondja, hogy a Caustic Emission, ez meg azt mondja, hogy ha ő az ellenfél csak úgy poénból jönne, akkor ő kap damage overtime-ot. És aztán van egy ilyen kis kedves, ebből is sikerült egy 3-asat szerezni, tehát azt jelenti, itt látszik fölött az a kis pici 3 csillag, hogy Thermal Exhaust, azt mondja, hogy ha az ellenfél kapna 5 debuffot, akkor automatikusan kap rán még 3 termál detonátort. Hát köszönjük szépen, tehát hogy itt most már gyűjtögettük itt neki az ellenfélnek a különböző debuffokat, ugye, mert ugye a damage overtime az ugye debuff, mind a két helyen damage overtime-ot kap, és akkor erre még kap kedvesen termodetonátort is. És ez mondjuk az Amplify Agony, ez nem teljesen fontosan kapcsolódik ehhez, tehát ezt például le lehet cserélni, de szerintem elég durva, ugye, tehát azt mondja, hogy ha véletlenül debuffot tennék az ellenfélre, én nem tennék olyat, de ezek szerint mégis, és akkor azt mondja, hogy itt 5-ösével, meg 10-ösével, majd meglátjuk, hogy 10-ösével pakolom fel a debuffokat, tehát azt mondja, hogy 8,16% max health-et, damage-et okozok az ellenfélnek, tehát azt jelenti, hogy a végére, hogy eléggé meggyűlnek a különböző debuffok, gyakorlatilag nem lesz életereje az ellenfélnek, csak is a protection fog élni, ugye, mert hogy az életerő az majd, hogy nem nulla lesz. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ez az Amplify Agony-vel nem lehet megölni az ellenfelet, de hát ugye előbb-utóbb odaér, ugye, hogy mégiscsak
átcsúszik a protection a sebzés, és akkor puff, meghalt. Tehát, hogy ez borzasztó, és akkor a dread még önmagában is durva, tehát azt jelenti, hogy ő még fear meg plague-et pakolgat felfelé, még azon kívül, és még azt is nézegeti, hogy ha esetleg túlzottan lecsökkenne az életereje az ellenfélnek, akkor még bele is hal. Tehát, hogy így ez az összeállítás azért elég durva. Nem mindenki ellen egyébként, tehát azt jelenti, hogy vannak ilyen erős tenasz és ellenfelek, akik, mint tudom, például a Jedik, hogy nem annyira jól működik ez az egész ellenük, tehát azért nem egy csoda, de azért normális esetben elég durva. Tehát nézzünk egy-két csatát akkor, mert hogy ez lenne a lényeg, hát bejövök ide, aztán csatázunk valamit, nem tudom, ki jön az ellenfél, de hát mindjárt megnézzük, hogy mit is lehet. Hát igen, még kellenének dolgok, de jó. Night Sisterek. Jó, bemegyünk. És legyen mondjuk, jó, ezek voltak. Puff, indítunk egy ilyen Bounty Hunter-es csapatot ellenük, hogy nézzük, ez egyébként is jó, tehát Bounty Hunter-rel azért elég jól lehet menni. Night Sisterek ellen, így most egy kicsit azt hiszem, hogy talán még előnybe is vagyunk. Nézzük, mi történik. Tehát, hogy minden rendben lévőnek tűnik, hogy kezdenek kicsit debuffolódni. Csak ugye aztán egyszer csak én is elkezdek jönni, ugye, remélhetőleg. Na, most jöttem, hopp, mi történt itt hirtelen, 15, meg 20, meg 30, meg mindjárt, ha jövök rendesen, mert nem tudom, hogy mikor akarok jönni, hát már nem jöttem, mert már belehaltak az ellenfelek a debuffba. Tehát, hogy még igazából sorra se kerültem, de már belehaltak a debuffba. Ebben a taktikában az a durva, hogy ha ő jön, akkor az neki nem jó, de ha én jövök, akkor meg még rosszabb. Tehát, hogy, mert akkor teszek róla, hogy ő jön, és akkor ez egy vicc. Jó, válasszunk valamit, mit tudom én, most nem nagyon kell semmi. Lehet, hogy ez a Haunt skill tulajdonképpen. Nem is olyan rossz, hogyha betenném mondjuk az egyik helyet, hogy nehogy véletlenül is. Kivédjék a debuffomat, amit raknák rájuk. Lehet, hogy még valamelyiket kicserélem, vagy kipróbálom ezzel. Na mindegy, most ezt nem csináljuk, csináljunk még egy csatát, akkor nézzük meg valami másik csapatot. Azt mondja, hogy. Hát például ez a képesség, tehát ez a datakárd összeállítás ugye nagyon jó olyan csapatra, ami gyorsan jön egyrészt, és másrészt pedig támad. Tehát például milyenek az ilyen csapatok, mondjuk CLS. Ez nem lehet rossz, hogy egy CLS-sel, vagy valami Jedis, az se rossz. Szerintem Réjel sem rossz. Ez az összeállítás, tehát, hogy vagy esetleg egy Padmé team-mel, ami föl van húzva speed-del. Nézzünk egy CLS-t, hogy mit csinálnak, tehát nyilván megint nem én fogok kezdeni, tehát a gép akkora előnyt kap itt a Conquest, de én kezdtem, hát ez nem jó neki, úgy szerencsétlen majd. Nem is jött, úgy belehalt 30 termodetonát, egy 42 termodetonát, 908 termodetonát, ne jöjjön szerencsétlen, mert azonnal meghal. Szóval ilyen, hogy borzasztó, hogy ha én jövök, az nem jó neki, de ha ő jön, akkor az már mégsem jó, még az is rossz neki, ha ő jön, de jó. Mindegy, ezt akkor bemutattuk, akkor menjünk tovább egy kicsit ezzel a videóval. Hát mi változott az előző hónap óta, ugye, mert ugye elvileg ugyanazok a feladatok, meg minden. Na, ami változott, a kettes szektor vége, amit már most láttam. Ugye van itt ez a boss, és hát meg kell mondanom, hogy 10 csatát csináltam meg, és nem sikerült azt megcsinálnom, hogy ezt az undersized squaddal valahogy lenyomjam. Ugye múlt hónapban ez úgy működött, ha
ha békés karakterrel mentem be, tehát mit tudom én, mint a Hermit Yoda, vagy a Mothma, ugye, hogy ők igazából nem vesznek részt a csatában, csak úgy ott vannak, és támogatják a többi, a csapat többi tagját. Na, hát ezek azonnal elmenekültek, és nyertem. Na most úgy van, hogy ha ezekkel megyek be, akkor azonnal veszítek. Tehát, hogy valamit nagyon megváltoztattak, és nekem még az sem sikerült megcsinálnom, hogy undersize squaddal nyerjek, mert egyszer csak ott van, hogy megölöm a főnököt, és akkor vége is veszítettem. Tehát, hogy most akkor mi van? Tehát valahogy ezt nem lehet megcsinálni, vagy nekem nem sikerült a comment sectionben, hogyha valaki rájött, hogy itt mit kell csinálni, azt szívesen veszem, mert tessék, itt van, 3 pont hiányzik. És nem tudom, hogy mit kell csinálni, a borzasztó, szóval. Na már, ha itt vagyunk, akkor közben akkor menjünk át a következő témánkra, ez pedig látjuk, hogy itt a végére, ugye, tehát itt mindig volt egy ilyen datakard választás minden szektor végén, de most még utána betettek egy ilyen datakronos cuccot, tehát azt jelenti, hogy lehet pluszba csatázni, hogyha marad az embernek energiája, majd a végén, miután elérte azt a szintet, amit szeretett volna, akkor még vissza lehet jönni, és akkor lehet csatázni, és akkor megnézzük a jutalmakat, és van egy ilyen normál 2, ez azt jelenti, hogy látjuk, hogy lehetséges, hogy olyan konténert is lehet nyerni itt a csatákba, bár szerintem biztos, hogy nagyon kicsi a valószínűsége, ami aranyáron adnak kint, és meg esetleg ilyen tokent is, vagy pedig ilyen upgrade materiál, tehát hogy itt ezzel azt akarták, gondolom, megcsinálni, hogy ne maradjon, tehát az ember csatázzon végig, tehát nekem is általában az utolsó 3-4 nap az nem csinálok semmit, mert már elértem az utolsó ládát, és akkor köszönjük. Igen, hát itt most akkor lehet, itt nem sokat ad, csak egy picikét ad, nekem is valami 3 darab kis upgrade materiált adott, tehát egyetlen egyik, az egyik fajtából egyetlen egy típusból adott 3-at, tehát hogy nagyon-nagyon keveset ad, de elvileg az energiát el lehet költeni. Jó, és még egy téma maradt, ez pedig a CAT témája. Hát minden jel arra mutat, hogy az okosok nem akarták levágni az arany tojást, a jó tyúkot, tehát keresték szegények, hogy mit is lehetne csinálni, hogy a CAT-et azt ne kelljen odaadni az embereknek, ugye, mert hogy annyira keresi mindenki, hogy próbálja felhúzni, mert annyira durva az a karakter, állítólag, mert nekem sincs meg, ugye, csak 6 csillagon. Tehát, hogy jó, és akkor most mi van? Hát nagyon egyszerű, úgy döntöttek, hogy egy teljesen más formátumot hoznak létre. Persze, hát még nem biztos, mert mi csak egyszer láttuk, de egyszerűen bekerült az eventek közé egy olyan cucc, ugye, hogy Proving Ground, itt a szerintem havonta fog egyszer előjönni, és akkor néhány sárdot fogunk tudni onnan kiszedni a kethez, meg a Razor cucchoz, és később ugye majd, ahogy esnek ki majd a következő, tehát az új Boba Fett, meg a Maul, ugye, jönnek majd szépen lefelé, és akkor majd gondolom, ők is bekerülnek ebbe a Proving Groundba, és akkor onnan lehet sárdot szerezni, máshonnan meg nem. Tehát ez egy akkora mocsokság, hogy el se tudom mondani. Tehát azt jelenti, hogy a Razor Crest-et legalább kirakták, ugye, tehát a Ship Shop-ba meg lehet venni néha, de ugye azért a ketet azt nem rakták be. Tehát most is itt volt a Razor Crest, tudtam egyet venni, egy vagy 4 darab sárdot venni, de a kettő az sehol nem került bele. Tehát azt jelenti, hogy ők ezt nem akarják odaadni az embereknek, helyette azt mondják, hogy vegye meg az ember a kristályért, hát köszi szépen. De én nem fogok rákölteni egy fillért sem, mert nincs is, tehát nincs mit rákölteni, tehát köszönjük szépen.
Hát úgy nagyjából ennyit akartam elmondani, tehát mik voltak a változások, tehát láthatólag vannak pici ráncfelvarrás az előző hónaphoz képest, de úgy nagyjából ugyanúgy működik. Az viszont nagyon pozitív, hogy a dread az rendesen működik, tehát iszonyatos datakárd összeállítást lehet ráépíteni, ugyanúgy, mint az előtti hónapokban, ugye a buffos, nem tudom, már nem emlékszem annak a nevére, de Massively Overpowered, az úgy hívták, ugye, és akkor ez buffokat kell gyűjteni, most debuffokat kell gyűjtögetni gyakorlatilag. Szerintem ez a követendő út, és akkor én gyanítom, hogy a gyors csapatokra nagyon-nagyon jól lehet építeni ezzel az összeállítással. Na jó, azt hiszem ennyit szerettem volna, remélem segítettem valakinek, és mindenkinek jó játékot.